Igen, úgy igazából. Örülök, hogy születésnapod van. Szokásod, most már egy ideje. Ügyesen. Jó, nem van a kórházban. Tudom. Örültem volna, hogy hamar, de hát nem. Figyelj, elméletileg én programozott, izé, nem tudom, hogy tudod, most mennyi van? 10-e, 14-re mondták, kb. Jó, de már úgy tűnt. Hát nem úgy tűnt, most elméletileg a mély szája az hüvelykbe magyarázták, vagy hüvely, nem tudom, de hogy mindegy, a lényeg, hogy négy van. Nulla. Ja. Hogy vagy, kisfiam? Én jól vagyok. De nem is erről, hanem Gáborról akartam veled kicsit beszélgetni, hogy én értem, hogy miért nincs itt? Tudom, hogy sokat dolgozik, tudod te is, hogy sokat dolgozik, nem? Igen. Leszerveztem. Egy hónapja megbeszéltük, hogy jövünk, én is átszerveztem. Nem egyedül minden. Akart jönni, én meg... Tudom, hogy nem egyedül akart jönni, de örülj neki, hogy neki legalább van valaki. Én is hoznék valakit, de csak nekem... De a lábukat be nem tehetik együtt. De mi bajod van vele? Komolyan. Ez nem egészséges, kisfiam. De tök jó fejek így együtt. Ráadásul Gábor tök rendetlen, kitakarít, főz rá, mos rá. Én szerintem ez nem egészséges, kisfiam. Én nem így neveltelek titeket, én ezt most egyáltalán, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Jó, akkor jöjjön ide, hogyha észhez tért. Jó, te háztartásbeliként végigdolgoztad az egész életedet. Nem, mert apa, és azzal apa, mi mert a baj, mert kisfiam, azért, mert apa az kevés... nem tisztességes munka? De nem azt mondtam, hogy nem tisztességes, mert fölneveltél, és nézd meg. De igen. Igen. Szóval, hogy közben meg... Jó van, én azt nem mondjuk... akarok vitát hinni, kisfiam, ide be nem teszik a lábukat, az biztos. Nem értelek egyébként. Gábor is csak akkor jött haza, hogyha észhez tért. De ez nem észhez térés kérdése. Akkor menjen el orvoshoz, vagy én nem milyen tudom. Milyen orvoshoz? Menjen. Egészséges, sportolnak. Mind a ketten, semmi bajuk az égen. Én ma olvastam, hogy vannak ilyen táborok is, ahol átnevelik őket, vagy vissza, vagy én nem tudom, hogy... A második világháborúban voltak ilyen. A Jézusom, tényleg, ezt nem... Figyelj! Én ezt a szégyet, ezt nem tudom elviselni, kisfiam, ezt itt én nem engedem, hogy lássák. Szerintem Gáborral nagyjából 4 éves korában lehetett látni. Buzi. Meleg. Ratyi. De attól még a fiad, nem? Biztos, hogy nem kérsz valamit enni, kisfiam. Most ez ennyire szabul esik hallgatni? Figyelj, tök jó fejek, jó szóval. Bírják egymást. Most tök rendes srác. Én ezt nem tudom elviselni, kisfiam. Ez szerintem de. Ez valami beteges dolog. Nem, az a beteges dolog, hülyeség, az a... Hogy valami hülyeség ott, ami nézzél rá. Nem tudom, mit csinálok. Nézzél rám! Nem tudom, hogy kiabálok, de az a beteges dolog, hogy folyamatosan arra panaszkodsz, hogy egyedül vagy, hogy nincs mit csinálnod. Ja, itt az utcában is mindenki, a Magdika néni is tök hülye, a Juliska néni az meg egy ilyen pletykás kis kurva meg. Én nem foglalkozom veled, azért nem foglalkozom veled, mert dolgozom, nem? Mondtam, hogy dolgozom, nem tudok hazajárni minden hétvégén, mert kurva messze van. Minden nap dolgozom. De felhívlak, más nem 2 naponta felhívlak. A fiad itt van 3 utcával arrébb. Minden nap meglátogatta, foglalkozna veled, de te azt mondod, hogy nem. Nem. Te nem akarsz vele találkozni, de aztán arra panaszkodsz, hogy egyedül vagy. Akkor baszd meg, anya, tényleg, ne arra. Tényleg, akkor baszd meg, anya. De nem beszélhetsz így. Jó, bocsánat, de akkor nem csak azt hallom, akár ez a felirat telefonon folyamatosan csak a panaszkodás megy. Nem bírom most, már elegem van. Akkor nevedd fel a telefonodat, kisfiam, akkor, fel a akkor majd én azt elintézem. Akkor nem foglak. Vagy elmegyek a Dunának, vagy valahova. Jaj, most menj, jössz már. Nem lesz velem semmi baj, te se foglalkozzál velem. Menj a Dunának. Aztán egyáltalán ne foglalkozzál. Az őrségben vagyunk, anya! Menjél! Legalább lesz időd meggondolni magad. Engem egy ideig! Egy ideig most szerintem nem jön. És most ezen gondolkozz kicsit, jó? Ha nem lenne
ilyen késő, akkor még beszélgetnék, de mindenki visz magával gondolatot, hát ha kérdés vagy véleményt. Még akkor megnézzük Gusztit és a tesóját. És hogy vagy? Pár héttel később vagyunk, ugye? Nem, már jelen voltam. Két hetet élni, de már nem szólom. De annyira megsértettem. Hogy beszélhetek vele így? De most... De nem is ezt csinálja, csak én valamit tudom valahogy elviselni. Én tényleg... Már nem kezdek bele se, nem úgy kell belekezdeni. Én tényleg nagyon türelmes vagyok, de 10 éve ugyanazokat a hülyeségeket mondja folyamatosan. Nem bírom, nekem is megvannak a saját dolgaim, nekem is megvan a saját életem. Tényleg nem, az a bajom igazából, hogy azt érzem, hogy nagyjából csak azért van családom, hogy legyen valami bajom. Tudod? Tehát, hogy tényleg. Hogy úgy valahogy mindig valaki emlékeztessen arra, hogy nekem miért rossz az életem, hogy miért van elbaszva, mit csinálok rosszul, miért vagyok hülye. Én évekig jártam pszichiátra, szerintem miért. De... Neked is javaslom, de figyelj. Szerintem tényleg próbálj meg nem foglalkozni, mert olyan témában aztán egyáltalán a Gábor témát ezt fog se hozni, mert akkor ott... Egyébként, de tényleg egy rendes srác. Megy a Dunának. Rendes srác. Az őrségből, mint... sose volt jó földrajzban. Mindegy. De nem tudom, szóval... Figyelj, az elég, hogy rendes srác. Ja, persze. Én most jönnek az Pestre. Megbeszéltünk. Mi is rendszeresen találkozunk. Tudom. Sőt, egyébként szerintem az öcsénk még gázosabb, mint a barátja. Mindegy. A lényeg, hogy te vagy. És ez jó. Komolyan. Tényleg, nem az a bajom, hogy... Te vagy az utolsó ember az életemben, mármint így a családomban, aki emlékeztet azért még arra, hogy miért szerettem így felnőni. Vagy miért szeretek itt lenni. Mindig maradjunk jóba. Becsó. Uh-huh. Tele Becsó. Mi nem fogunk vezekedni. Soha. Tényleg amúgy neked van valami bajod velem? Vagy valami bajod velem? Most megvan. Mondhatsz egy dolgot te is. És én is tudok mondani egyet például. Mondok akkor csak egyet. Ami nagyon idegesít, és meg kéne változtatni a másikba, jó? És nem fog sértődésen semmi. Mostantól minden év eljátszod ezt a játékot, mi van most? Február 10, minden évben február 10-én teszünk egy fogadalmat, hogy mit változtatunk meg magunkon a másik kedvéért. És akkor így leszünk együtt jobb emberek. Jó? Oké. Mondjad. Itt hittem, mit változtassál meg. Bármi. A testvéred. Egyél normálisan. Csukd be a szád, úgy értem. Becsukom a szádat közben. Nem. Folyamatosan nyitva van a szád, amit van. Mert orrsövényferdülésem van. Azért van ilyen hangom, és nem szelel rendesen az orrom. Azért... Egyébként mert nagyon jó hangi adottságaim vannak, és ez pont azért van, mert mindenfajta zajt felerősít a szájüregem. Nem, csak kurva nagy. Megnézhetem egyszer az orvosét. Próbáld már ki egyszerűen, csak vedd be a szádba és csukd. De ez egy ilyen rendellenesség, hogy felerős... Jó, látom. De nem mutatom, milyen egyszerűen ez. Jó, megpróbál. Jó. De most. Te meg... Azt hiszem, nem vettem észre, hogy kivetted a szárból. Jó, majd gyakorlok. Te meg mondjuk... Próbálj meg arra figyelni, hogy ne röfögj, miközben nevetsz.
mert nagyon idióta nézel ki, hogy például valami kretén. Aki nem ismer, azt hiszi, hogy valami nézik vagy. De aki szeret, az tudja, hogy nem. De akkor neked ez most miért problémád velem? Nem probléma, figyelj. Csak mondd, figyelj el. Jó? Hogy... Testvérek vagyunk, jó? Semmi. Semmi nem veszünk össze. Jó? Hogy röfögök, miközben röfögök. Röfögsz, amikor nevetsz, igen. Hogy? Hát, mint egy... Nem tudom. Malac. Milyen állat van, ami röfög? Nem is az a lényeg. Hörcsök. Hogy... Vagy a sár. Vagy a tengeri malac. Úgy nézek ki, vagy olyan a hangja? A hangja? Mint hogyha röfögnél. Ez, tudod? Ez a típus, amikor... És ezt csinálom. És ezt eddig miért nem mondtad? Hát... Nem tudom, mert miért? Te miért nem mondtad, hogy idegesít, amikor eszek? Jó, figyelj, testvérek, a lényeg, hogy semmi. Nincs. Jó? Nem lehet olyan az életünk, ami... Jó? Peco? Rendben. Nézzünk tévét! Úgy volt, hogy Pesten leszek ma, és mindegy, lebeszéltem pár haverral, de hogyha már így alakult, akkor úgy is maradok. Itt maradtam, mindegy. Megnézzük a meccset. Szuper! Itt kaja is van. Köszönjük, Pamela! Köszönjük, Pamela! Köszönjük, Pamela!